nem akarom mondani, hogy szerintem. A Nagykun polgári kör mai vendége Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője. Szeretettel köszöntöm. Kérem, mutatkozom be a Karcag Televízió nézőinek és a Karcag FM rádió hallgatóinak. Hogyan lett önből politikus, mikor került kapcsolatba a politikával? Dióhéjban mit kell önről tudnunk? Sok szeretettel köszöntök minden rádió hallgatót és tévénézőt. 1991 óta vagyok Fidesz tag. 1998 óta vagyok Baja és térsége országgyűlési képviselője, azóta minden ciklusban egyédiben választottak meg, és 2010 óta vagyok Baja város polgármestere. A 91-es Fidesz tagság az a rendszerváltozás utáni hevületből adódik, és hát kit választott volna egy fiatal ember, mint a Fideszt. Én voltam országos választmányi tag is, országos választmányi alelnök is, és a Fidesz Bács-Kiskun megyei választmánynak vagyok az elnöke most már 2001 óta. Úgyhogy elég sok mindent csináltam az elmúlt 23 esztendőben a Fideszben, de a legnagyobb megtiszteltetés mégis az, hogy a bajaiakat, illetve a bácskaiakat képviselhetem az országgyűlésben. Mennyire nehéz munkája, feladatai vannak a kormánypárt szóvivőjeként? Hát nézze, a szép feladat, természetesen nehéz feladat, attól nehéz, amitől a helyzet nehéz. Mondhatnám, hogy jó kormánynak, meg jó kormány többségnek könnyű szóvivőnek lenni, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ami miatt a szóvivői rendszert bevezettük, az, hogy minden fontos ügyben meg tudjunk szólalni, és el tudjuk mondani, hogy mit miért teszünk, hogy azok az intézkedések, amelyeket elvégzünk, az miért fontosak az emberek számára. 2010-ben mégiscsak egy nagyon nehéz társadalmi és gazdasági helyzetben lévő országot vettünk át. A nyugdíjasok helyzetétől kezdve a gyereket nevelőkig mindenkinek a helyzete problémás volt. Azt vállaltuk, hogy a fejéről a talpára állítsuk az országot. Rengeteg intézkedést tettünk, de nyilván a Gyurcsány-Bajnai korszak 8 évének rombolását, ezt nem lehet 3-3 és fél esztendő alatt rendbe tenni, azért nagyon sok előrelépés sikerült megtenni az elmúlt 3 és fél esztendőben, és nagyon fontos, hogy kommunikáljunk, beszéljünk az emberekkel, nem csak lakossági fórumokon, hanem minden nap azokat az intézkedéseket, amelyeket megteszünk, elmondjuk, hogy mit miért teszünk, és azt gondolom, nem könnyű feladat ez, de mindenképpen lesz eredmény. A mai előadás, a mai rendezvénynek a témája bukott baloldal a szobordöntögetéstől a videóhamisításig. Ön szerint hogyan valósulhatott meg egy ilyen szobordöntögetés? Erről mi a véleménye? Milyen cselekedet ez? Hát ez a szobordöntögetéstől a bajai videóhamisításig, ez gyakorlatilag a bajai időközi választásoknak a története röviden. Nagyon nehéz megmondani, hogy a baloldalon milyen mozgások vannak, illetve mi miért történik. Egyetlen dolog, az biztosan látszik, hogy a baloldali politikai szervezetek, Mesterházy Attila vezette MSZP, Bajnai Gordon pártja, illetve Gyurcsány Ferenc pártja, az legkevésbé sem az emberek problémáinak a megoldásával foglalkozik, hanem most már gyakorlatilag 2012. október 23-a óta egymással foglalkoznak, és abba fektetnek energiát, hogy ki legyen gyakorlatilag a baloldali pártok vezetője, miniszterelnök jelöltje, lehet ilyet mondani, és ki milyen pozíciót szerezzen. És szemmel láthatóan nem tudnak bennem megegyezni, egymásra licitálnak, és a szoborddöntögetés ebből az akcióból kitűnik. Mind a három politikusnak lehet ilyen emblematikus tettét felsorolni. Bajnai Gordon vezette Együtt PM, illetve a Szolidaritás Mozgalom a szoborddöntéssel váltott ki, azt gondolom talán elrettentést az emberekből, mert azt hiszem, hogy ilyen durva akcióval azért nehéz szimpátiát szerezni. De mondhatjuk a Mesterházy Attila féle MSZP-ről nyugodtan a bajai videóhamisítás ügyét, amely példátlan a magyar politika történetben, és természetesen Gyurcsány Ferenc pedig az idei október 23-i közös rendezvényt nél vitte el a sót a másik két baloldali szervezet elől. Summa-summárom az a lényeg, hogy még mindig nem az emberek problémáival foglalkoznak, nem azzal, hogy megoldásokat kínáljanak, hanem egymással, illetve azokkal a pozíciókkal, amelyeket meg lehet szerezni. Ez jellemző egyébként a baloldalra. Baján milyen most a közhangulat?
Köszönjük szépen, jól vagyunk. Azért mégis arról van szó, hogy nem az egész városban, csak egy, a 10 választókerületből egyben volt választás, és a megismételt választás pedig a 32 szavazókörből csak egy szavazókört érintett. Ehhez képest volt ekkora országos média figyelem ennek a választásnak. Azért a baiaknak nem ez volt a legfontosabb dolguk, de nyilván mindenki figyelt erre a média érdeklődés miatt. El vagyunk foglalva a saját dolgunk megoldásával, és azt szeretnénk, hogyha visszabillenne a világ a rendes kerékvágásba, amikor a baja a bajai halászléről híres, a bácskai vendégszeretetről, illetve arról, hogy bajai évszázadok óta olyan város, ahol nem sok nemzetiség él egymással békében. Reméljük, hogy túl leszünk ezen is, és Baja város nem a videó hamisításról fog híres lenni újra, hanem mondjuk a bajai halászléről. Az előbb említette a Bajnai Gyurcsány Mesterházi hármasnak a versengését, ön szerint ki lesz majd a közös miniszterelnök jelölt? Hát az is kérdés, hogy egyáltalán lesz-e közös miniszterelnök jelölt. Ezt nehéz megmondani, még egyszer mondom, hogy a baloldal milyen mozgásokat végez. Nekünk nem is ez a legfontosabb dolgunk. Kormányzunk 3,5 esztendeje, próbáljuk az ország dolgait rendbe tenni, és most is azon dolgozunk, hogy azokat az ügyeket, amelyeket elkezdtünk, azokat be tudjuk fejezni a ciklus végére. E héten döntött a parlament hétfőn a GyedExtra bevezetéséről. Éppen ma adták át a 100. olyan hölgynek az elismerést, aki 40 év után nyugdíjba mehetett. Ugye ez egy fontos választási ígéret volt, tehát mi azokkal az ügyekkel foglalkozunk, amelyek az emberek mindennapjait érintik, őket érdeklítik, és az ő helyzetükön segítünk. A baloldal el van foglalva magával, ez a saját gondja. Lenyilatkozta a napokban, hogy volt olyan ellenzéki politikus, aki nem szavazta meg a GyedExtrát. Ön szerint ennek mi értelme van? Hát ezt nehéz megmondani. Mind a három baloldali szervezetből, a DK-ból, az MSZP-ből, illetve az Együtt PM-ből is voltak olyan képviselők, akik tartózkodtak, vagy ellene szavaztak. Ugye a GyedExtrának a lényege az, hogy a kismamákat megpróbáljuk segíteni abban, hogyha gyermeknevelés mellett munkába állnának, akkor könnyebben találjanak munkát, illetve bevezetjük a diplomás gyedet, hogyha valaki a főiskolai vagy a felsőoktatási tanulmányai mellett szeretne munkát vállalni, akkor ez könnyebb legyen neki, és ezzel növekedhet a családok jövetelme, és segíthetünk a nőknek, az édesanyáknak megbecsülni őket. Én nem tudok épeszű magyarázatot mondani arra, hogy ezt mondjuk parlamenti képviselő miért nem szavazza meg. Ön szerint mennyire van már most kampány? Mi az, ami még majd ezek után előkerülhet az ötletbörze során a tarsolyból? Meddig mehetnek el? Hát kampány van már. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a parlament őszi ülésszakának a megkezdése óta kampány van. Az a kérdés, hogy ki mit tekint kampánynak. A baji időközi választáson világosan látszott, hogy a baloldalnak semmi sem drága, tehát minden olyan technikát, olyas technikát bevetettek, amit lehetett. Mi kampánynak azt tekintjük, hogy fölkészülünk a választásokra, egészen addig, amíg a köztársaság elnök úr nem írja ki a választásokat, addig el kell végeznünk azokat a feladatokat, amelyek előttünk állnak. A hétfőn 9-én az országos választmány döntött arról, hogy kik lesznek az egyéni képviselőjelöltek. Elkezdtük a kampányra való felkészülést, és amikor a köztársaság elnök úr kiírja a választást, akkor azzal fogunk foglalkozni, hogy minél több embert ismertessünk meg azzal, hogy mik a terveik, mit szeretnénk csinálni, milyen intézkedéseket hoznánk. Ez a választási kampány lényege. Én arra lettem volna még kíváncsi, hogy ön szerint lesznek-e még ilyen videóhamisítási botrányok esetlegesen, vagy ennél még durvább dolgokra is számíthatunk? Hát elég régóta vagyok a politikában, illúzióim nincsenek, tehát átéltük a baji időközi választást. Szívem szerint azt mondanám, hogy ettől mélyebbre nem süllyedhet a baloldal, és ettől durvább kampányt nem csinálhat, de az eszemmel azt mondom őket ismerve, hogy mivel azért küzdenek, hogy mindenképpen visszakerüljenek a hatalomba, és nem is érdekli más őket, csak a hatalom, ezért félek, hogy mindenre képesek lesznek. Ön ugye Baja polgármestere, a jövő évi választások kapcsán el kellett dönteni, hogy melyiket választja. Képviselő szeretne lenni, országgyűlési képviselő vagy polgármester, melyiket választotta és miért?
Hát, hogy egészen pontosak legyünk, azt majd az emberek fogják, a szavazók eldönteni, hogy valaki képviselő lesz-e vagy polgármester. Végül is az a döntés született a Fideszben, a helyi szervezetek és a választókerületi szervezet is azt javasolta, hogy engem indítson a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltnek. Meglátjuk, hogy a választópolgárok megtisztelnek-e újra a bizalmukkal, hogyha országgyűlési képviselő leszek, akkor az új törvények szerint nem lehetek polgármester, és akkor majd keresünk egy jelöltet, amikor ez bekövetkezik, akit bátran tudunk a baiak figyelmébe ajánlani, mint polgármester jelöltet, de ez legyen annak az időnek a gondja. A hétfőn valóban úgy döntött az országos választmány, hogy a bajai körzetben engem indítanak képviselőjelöltnek. Ezt a munkát végzem most, megpróbálom megszolgálni a bizalmat. Végül egy kis hazai kérdés. Járt-e már városunkban, esetleg ismeri-e a híres karcagi birkapörköltet? Többször meghívást kaptam miniszter úrtól a fesztiváljukra, de egyszer sem tudtam eljönni, és megvallom őszintén, először vagyok Karcagon, de remélem, hogy nem utoljára, és remélem, hogy meg fogom tudni kóstolni a birkapörköltet. Vigyázzon, mert szaván fogjuk, és várjuk júniusban Karcagra, a Birkafűző Fesztiválra. Köszönöm, hogy itt volt, és további sok sikert kívánunk, és jó előadást. Nagyon szépen köszönöm, ha tehetem, akkor el is jövök, és elfogadom a meghívást.